Meg szeretném osztani a tapasztalataimat egy olyan gyümölccsel kapcsolatban, ami kevésbé ismert. Úgy hívják, hogy fekete berkenye, jó a csodabogyó. A cégünk spedícióval foglalkozik, és ezáltal az egész keletet, Szamárkántól, Bakútól kezdve ismerjük ezzel kapcsolatban. És az ember, ha sok emberrel beszélget, akkor sok minden tapasztalatot cserél. A kelet nagyon sokat ad a növényekkel, gombákkal, gyökerekkel való gyógyításra. Nálunk ezt leegyszerűsítették, mert most már mindenki kap egy tablettát, egy port, egy cseppet, mindenre. És ez a munkásabb része, amit régen a gyógynövényeket gyűjtögették, valahogy elmarad, mert nem hoz annyi hasznot biztosan a gyógyszergyártóknak. Itt a keleti végeken ismertem meg ezt a gyümölcsöt, amit fekete berkenyének hívnak, és ajánlották a cukorbetegségemre. Egy idő után, miután kipróbáltam, mert az ember nem hiszel mindent, amit nem tapasztalt, észrevettem, hogy reggel nem olyan nehéz felkülni. Tehát nem az, hogy most meg kell erőszakolni magam, hogy muszáj felkülnem, mert dolgoznom kell. Ez általában a cukorbetegek, a pajzsmirigy problémákkal küzdő emberek és a vashiánya szintén okozza. A vashiány ugye a vérben, ha nincsen vastartalom, nincs ami megkösse az oxigént, és fulldoblik a test. A cukorbetegeknek ugyanaz, az elfogyasztott táplálék bekerül a vérbe, és ha a vérben nincsen inzulin tartalom, akkor a sejtek nem kapják meg, amit megilleti őket, tehát a tápanyagot. Minden megvan, csak nincs mi, ami átalakítsa. Nekem már inzulinra van szükségem, egy kicsit késő kaptam meg ezt, az ötletet, de mikor lepróbáltam, tehát hogy magamon is, hogy működik, akkor kezdtem játszani a gondolattal, hogy mi lenne, ha mi is megpróbálnánk ezt feldolgozni és az embereknek bemutatni. A saját cégünk mellett, ami teljesen mással foglalkozik, mint mondtam, spedíció és ilyen export-import vámeljárásokkal dolgozunk. Megpróbáltuk. Először behoztuk a gyümölcsöt Magyarországon egy ilyen kis feldolgozóval, feldolgoztattuk, megmutattuk az embereknek, ingyen kínálgattuk, kóstolják meg. Amit sikerült egy fél év alatt így átbújnom az orosz, a lengyel, a szlovák, a magyar irodalmat, összeszedtem az ismereteket, és próbáltam az embereknek ezt bemutatni. Miután jöttek az első eredmények, úgy a rendelőbe vagy a kórház intézetbe így az embereknek megy, beszélgetnek, mert várni kell. És ha ez csak egy plegyka szinten maradt volna, akkor ez úgy maradt volna, úgy, ahogy elkezdtük, befejeztük volna, lehet, hogy én csináltam volna tovább. De mint megjöttek az első olyan eredmények, például, hogy a vastartalom egy ilyen hónap alatt visszaugrott arra az értékre, amin működni kell neki, akkor már így szűk körbe kezdtek beszélgetni róla az emberek. A cukrosok is, aki a kettes típusú cukorbetegek, azoknak a mért cukorja is javult. Tehát ott még nagyobb jobbulást tapasztalható, mint aki már egyes cukorbeteg. Úgyhogy szeretnék egy pár szót először akkor mondani, hogy a gyümölcs az Kanadának a keleti részéről származik. Körülbelül a 20. század elején hozta be Európába egy szovjet botanikus, akit Michulinnak hívtak. Az idősebb generáció azért még tudja, tanították az iskolában, hogy mit mivel keresztezett. Hát a vicc az volt egy vicc, de viszont az északi és a déli gyümölcsöket keresztezte azzal, hogy a fagytűrő képességét felvigye ezeknek a gyümölcsöknek, tehát ne fagyjanak le. Először a szívkoszorú ereknek a karbantartására volt behozva,
azt jelenti, hogy a szív körüli ereknek lepucolja a lerakódásoktól, amit tudjuk, hogy elszorítja az eret, és utána következik, hogy elpattan az ér. Úgyhogy ez volt az első dolog. Elterjesztette az egész Szovjetunióban, mert nagyon nagy a hidegtérő képesség, és hogy tudjuk, a Szovjetuniónak a nagy része azért elég hideg terület, leszámítva a déli területeket, Lengyelországba elterjesztette, és az akkori Kelet-Németországba. Mostani időkben azért Dánia is termel nagyon sokat, Finnország, Svédország, körülbelül olyan 10 alfaja van, nálunk például Szlovákiában a Nero van a Viking, aztán van egy pár lengyel faj. Nagyon igénytelen gyümölcs, egyetlen igénye a vízigénye, mert hogy a saját otthonában nincs szüksége mély gyökerekre, tehát nem növeszt mély gyökereket. Most a mai nyár, és a mostani nyár nagyon kedvez neki, mert esik végig, de viszont ha kapunk egy nagyon, nagyon száraz nyarat, akkor megtörténhet, hogy kiszárad, ha nincs öntözve. Ezért a magyarországi területek közepesen felelnek meg neki. A pH értéke a Földnek körülbelül 5-6,5. Hát mondjuk ez a terület, ami erre van, gondolom, ez ennek megfelelő. Nem teljesen savas, mint a túllevelő erdőké, de viszont otthon, akárhol, ha az ember akár sövénynek is kiültetheti, kicsit sűrűbben rakja le, a növény egy idő után alulról a gyökereiről sűrűsödik. A harmadik évben pedig már gyümölcsöt terem. Szeretném megmutatni itt az általunk elhozott. Ezek a gyümölcsök, ezek úgy jöttek létre, hogy a feldolgozás során kidobtuk a kertbe, hogy majd lesz idő még majd elvinni, mert nem volt sok belőle, vagy a vége volt. És mikor tavasszal jöttek, ez most harmadéves, látják, a földön van teljesen. Úgyhogy, tehát ez van, hogy nem kell oltani, nem kell nemesíteni, az elhullott magokról is nő. A betakarítása az ilyen rázós kombányjal történik, ami után mélyfagyasztásra kerül sor, azért, hogy eltartható legyen, és a gyümölcslé minőségét befolyásolja, mert a fagyasztáskor a keményítők egy része visszamegy cukorba, tehát ilyen 2 brixel növekedik a cukortartalma. A napi mennyiséget azt 3-szor egy fél decit ajánlják, hogy úgy mondjam, nem mondjuk 50 ml, mert jobb az, hogy fél deci. A túlfogyasztás, és ha többet vesz az ember magához, és nincs lekontrollálva ez a dolog, akkor átcsaphatja, tehát hasmenést okozhat. A sok vas benne. De viszont nem muszáj, ez embertől függő. Na mondjuk az egyik, amit még nem említettem, például a gyerekeknek azért adják, hogy akinek kemény a széklete, hogy normális legyen. Tehát nem csak a gyerekekre, a felnőttekre is érvényes, hogy rendesen, ha minden reggel, akkor minden reggel normális elmondja, most 2 nap, 3 nap, vannak, mindenkinek vannak ő problémái, 50 felett nincs olyan ember, akinek valami ne legyen, vagy hazudik, vagy pedig nem jár orvoshoz. Ez a kettő létezik. Nem létezik, hogy 50 felett mindenki olyan legyen, hogy kell. Úgyhogy ez ebbe is nagyon segít. Otthon az első az, hogy lekvárnak, dzsemnek, de magában nem ajánlatos, mert nagyon savaj, vagyis nagyon keserű, hogy kóstolták ezen az ágon. Tehát ott is illene betenni a fagyra, vagy pedig más gyümölcsökkel összeházasítani. Magában nem attraktív. Nekünk azért változik így az íze, mert mínusz 16-ra le van fagyasztva, és akkor mi kiolvasszuk, szépen szét van rakva. Figyelünk rá, még az a pillanat, amikor már mind ki van, hogy nehogy aztán erjedésnek indulja, ott hagyni nem tudom meddig, mert amúgy, hogyha fagyos, akkor rátapadnak a hengerekre. Tehát van a prés, és ott vándorol végig ez az anyag, és a végén kijön szárazod, igen? De miért még fagyos, akkor rátapad a savas, ahogy mondják azt, a milyen henger, Istenem, ami nem rostásodik. Arra a hengerre rátapad.
Akkor acél. Csaváló acélnak, csaváló acélnak, jó volt. Rátapad, és ezzel az egész egy ilyen fele kijött, a fele nem, összevág mindent. Úgyhogy, aztán bornak is használják, nálunk egy ilyen ismert borászat. Szerintem vörös borra összekeveri egy bizonyos százalékban, mert amúgy nagyon húzna. És akkor amúgy színjavítónak a borászatban használják, ezt a húzós íz szintén nem rossz a bornál, tehát javítják vele a vörösbornak a minőségét is, meg a színét is. Ugyanúgy pálinkának is lehet, csak nagyon keves van belőle, aztán meg egy kicsit drágából jön ki. Hát ennyi a gyümölcsnek a története. Kedvezően hat, ami az elmondatoktan kívül, a vérnyomásra. A magas vérnyomást eminensen lehúzza úgy, ahogy kell, abba az értékbe. Az alacsony vérnyomást is kell, hogy mozdítsa. Ehhez inkább a másikhoz van nagyobb tapasztalatunk, vagy eredményeink. Úgyhogy az alacsony vérnyomásnál nem tudom egészen, hogy mennyit mozdít felfele, de viszont az alacsony vérnyomásnál is eldugulnak el a szívkoszorú ereg, tehát ott is kell, hogy segítsen. További dolgok a belek és az emésztő rendszernek a karbantartása. Nagyon jó hatással van a gyomorfekére és mindenféle bélpanaszra. A gyümölcs egy ilyen nagyon ilyen tapadás van benne, ami azt jelenti, hogy a ruhára cseppenve nem lehet kimosni egyszerűen. A középkorban állítólag szintén volt jelen Európában, de nem úgy, mint gyümölcs, hanem mint textilfestésre használták. És valamikor úgy az 1800-as években már a cári udvarban is volt, mint virág. Nagyon gyönyörű virágai vannak. Tehát aki valóban egy ilyen élősövényt akar belőle, az a virágzása idején egy gyönyörű fehér virágokkal van ellátva. Aztán mikor gyümölcs, akkor van ez, és akkor megjönnek az első fagyok, akkor ez ilyen szép piros levelei vannak. Úgyhogy lényegében háromszor van rajta olyan, amit érdemes megnézni. Hogy tovább menjünk, a kutyutakat, ilyen gyulladásokat szintén sikerül neki gyógyítani. A vesét, aztán az ereket. Ahogy pucolja az ereket, sok embernek így a vádlián vannak ezek a kidüllett erek, amit képes úgy lesimítani egy picit. Tehát nincsenek meg az agresszív, az a kidüllett erek. Úgyhogy ebbe is nagyon jó. Tovább a pajzsmirigy. Nagyon sok jód van benne, és a pajzsmirigy működését képes fellendíteni. Úgyhogy például a környékünkön egy pár hölgy, nek nem kell, hogy gyógyszert szedjen a pajzsmirigybe. Ez egy tipikus női betegség, férfiak nem nagyon szenvedünk benne. Aztán, ami a legnagyobb és a legjobb, ez a vérszegénységnek a vastartalma. Ez egy gyereknek például, most kaptam Nagy Sárosról egy ilyen visszajelzést, hogy 20 nap alatt 30-ról 120-ra felvitte a hemoglobin szintjét. És most a gyerekeknél, vagy akik betegek nagyon már, nem tudom, hogy mennyire ugrik, de viszont normális ember, akinél csak a vérszegény, ez egyöntetően ezt kigyógyítja. Ez nincs semmi kétség, ezért felelősséget vállalok. Körülbelül ilyen 3 hónap után írja az irodalom, hogy klinikailag kimutatható. Tehát csinálunk egy vérképet, mondjuk kezdés előtt, aztán ilyen 3 hónap után elmegyünk az orvoshoz, és megismételjük ezt a vérképet. Biztosan koleszterint húzza lejjebb. Egyik tulajdonsága, hogy ritkítja a vért. Tehát a magyar irodalom, itt akit dr. Simoncsics Péternek használjuk az értekezését, ő nem tesz róla említést, csak az oroszok azt mondják, hogy aki vérzékeny, vagy pedig nagyon súlyos trombózisa van, annak nem ajánlott használni. Mert a vérzékenyeknek, hogy ritka a vére, még ritkábbá teszi,
és ezáltal ez a betegség, ez nem bizonyított, hogy ez jó neki. A másik, a krónikus trombózis, ott pedig, ahogy ő szedi széjjel ezeket a vérrögöket, képes leszakítani például az érfalról, és akkor eldugítod. Ez, mondom, ez csak az oroszok említik, nálunk ez nincs írva róla. Aki normális, csak ilyen trombózis gyógyszert szed, vagy valami, annak teljesen javulnak az eredményei. Semmi komplikáció nincs körülötte. Most még beletekintenék a papírba, hogy szintén nem felejtettem el valamit, mert nem. Mondjuk ilyen professziával is előadó. Elolvasnám akkor, hogy a dr. Simoncsics Péter mit ír róla. Hát még egyszer akkor felolvasnám itt a doktor úrnak a értekezését. Azt mondja, bélbetegségek, savhiányos gyomorhurut, máj és epebetegségek, bőrbetegségek. Itt megállnak egy pillanatra. Van egy ismerősöm a környékünkön, körülbelül olyan 65 éves az úr. Megállítottam, hogy mondjon már valamit róla, mert a felesége azt mondta, hogy ő fanatikus lett, akárhova megyen, viszi magával a tasakot a kistáskába. Mondom, legyen már szíves, mondjon már valami, esetleg valami véreredményt, vagy valami, mert jó. Szeretem, hogyha visszajárnak az emberek, hogy mégis tudjam referálni én is tovább. Felhúzta így a trikóját, azt mondta, hogy a pikkelysömöt levitte a testéről. Egyedül a könyökén maradt két ilyen kis folt, és azt mondta, addig bujkálva kellett járni a szoláriumba neki, hogy ne nézzék vén hülyének, aki nem tudja, mit csináljon magával. Úgyhogy ez a bőrbetegségekkel kapcsolatban. Allergiás tünetképek. Szintén meg szeretnék osztani egy ilyen 19 éves érettségiző lány, ilyen jó túlsúlyban, aki nem győzött járni, csövet nyelni, hogy figyeljék meg a gyomrát, hogy mi minden pórokozók vannak benne, mert állandóan beteg volt, magas vérnyomása volt. Egy bizonyos idő után, most 3 vagy 4 hónap után megszűntek a panaszai, 10 kilót lefogyott, és az utolsó vizsgálat, ami volt a kötelező allergia vizsgálatra, nem mutatott ki semmi allergiás tünetet, ami azt jelenti, hogy megkarcolják a bőrt, és semmi nem lett pozitív. Nem hitte el a doktornő, és mondta, hogy mondja meg, hogy ez mi, mert az allergia nem tűnik el. Most megmondta neki magyarul, a hölgy képes volt megkeresni, mert szlovák volt, nem tudott magyarul, megkereste a Google-be, hogy mi is az ez a dolog. Úgyhogy ezt az allergiáról. Hát a cukorbetegséget azt már mondtam, hogy a második típusú cukorbetegeknek, különben akinek ilyen öregségi cukorbetegsége van, nagyon sokat javít az eredményeken is, meg azon, hogy az embert ilyen fizikailag, tehát vitálitusában lesz az ember, jobban bír, nem kell állandóan kávét inni, vagy valaki azt mondja, hogy ő csak az energiaitalokon tud létezni, mert nem bír. Most ez nem egy eredmény, hogyha valaki vissza ezeket a túl kémiával, savval, cukorral terenyomott dolgokat, mert nem vezet jóra. Aztán a gyermekbetegség, a skarlát és a kanyaró. Hát ezzel kapcsolatban nincsen tapasztalatunk, a skarláttal meg a kanyaróval. Most lett egy járvány Kelet-Szlovákiában, a szomszéd járásban. Nem tudom, nem jelentkeztem oda, de ezzel kapcsolatban nem tudok semmit mondani, ez csak írva van. Aztán magas vérnyomás és minden egyéb szív-ér megbetegedés. Már említettem, hogy az ereknél mit tud, tehát azzal, hogy lepucolja az érfalat, szabadabb lesz, lazább lesz az érfal, és erősíti az érfalat. Véralvadási zavarok és a trombózisok. Na itt ezt mondtam, hogy ezt itt írja a doktor úr, a doktor Simoncsics Péter, de viszont az ellenvélemény az orosz oldalról azt mondja, hogy ez nem annyira. Ez egy kicsit veszélyesebb dolog, tehát én ezt mondom, hogy ezt nem tenném bele. Aztán a húgyúti fertőzések, ezt említettem, hogy kipucolja, eltünteti a vért a vizeletből, orvosság nélkül. Ezt többen visszajelezték, hogy az orvos kérte, hogy hát nem is szedett gyógyszert, és tiszta.
azt mondja, a pajzsmirigy kórképek, ezt említettem. A kemoterápiás kezelésben levő betegek állapot és életminőség javítása. Ezzel kapcsolatban hagytam itt egy töklapot, ez külön fel kell, hogy olvassam, mert nem vagyok orvos, ebben nem szeretnék belemenni, de ez is így van. Most itt volt egy pár beteg, aki ilyen fiatal hölgy, akinek vastag bélel volt a problémái, de annyira, hogy ki kellett vezetni, és egy év múlva visszatették úgy, ahogy volt, és tünetmentes lett. Azt mondta az orvos, hogy ez ilyen nincs. Úgyhogy, de mondtam neki, hogy továbbra is fogyasztani kell, ez most nem úgy van, most lezártuk ki, és aztán vége. Megyen tovább egy ilyen 35 éves hölgy, aki állítólag tünetmentes az orvos szerint és a vizsgálatok szerint. Aztán írja, hogy a vaksággal fenyegető szemvízgyulladás erre is segít. Hát a szemmel kapcsolatban ezeket a hajszál ereket azzal, hogy ő pucolja az érfalakat, tehát átjárhatóvá teszi. Tehát muszáj, hogy itt is javítson. Aztán a vitamin tartalmát tekintve, hogy a gyógyító értéke a magas P-vitamin tartalmába is rejlik, hát 6-szor annyi a P-vitamin tartalma például, mint a citromnak. A vízben oldódó B1, B2, B6, B9, B12, C és H vitamin tartalmának, a zsírban oldódó A, E és K vitamin, protamin tartalmának és összességében kiemelkedő magas, a sejteket a pusztulástól védő szabadgyökfogó kapacitásának köszönheti. Azt mondja, a kutatók egyöntetű vélemény összességében legalább olyan betegség megelőző és gyógyító erővel rendelkezik, mint a tahiti csodanövény, a noni gyümölcse. Abból hoztam ide megmutatni, ez tahiti terem, de hogy mennyi kerül az egész világba egy kis szigetről, ezt nem tudom, hogy ez reális-e vagy nem, hogy egy kis sziget, egy kis sziget mennyire tudja az egész világot ellátni vele. Tehát vagy hamisítvány, vagy nem, esetleg meg lehet kóstolni, ihatatlan. Olyan, mint az epe. Nem létezik. Az, aki befogja az órát, meg elzsibassza a száját, az meg tudja amúgy lehetetlen. Úgyhogy ennyit szerettem volna még. Aztán van itt egy ilyen, szintén Kelet-Németországban, a valamikori Kelet-Németországban, mostani Dresda környékén van egy körülbelül 38 hektáros terület, ahol szintén így fellendülőben van. Az orvosok vizsgálják olyan hatásait például, hogy a gyümölcs nem rothad meg. Tehát ha mind megérett és fent marad a száron, egész végig, télig megfagy, semmi baja nem lesz. Ha leesik a földre, akkor se. Állítólag a haja tartalmazza a gyümölcsnek a védőfalat. És ezt a sebgyógyulással próbálják összehozni, hogy lehetne vele sebet gyógyítani, mert hogyha védi magát a gyümölcsöt annyira, hogy megakadályozza a rothadást, akkor tudni kell ugyanezt a szervezetünkkel is. Most itt a németeknek szintén egy ilyen összefoglalóját, akik kiemelik azt, hogy a nehéz fémeket eltávolítja a szervezetből, a csernobili robbanás után az ottani embereknek ezt emelítatták őket. Kihasználva ezt a dolgot, hogy ezzel is javítsák az egészségüket. Csökkenti az arteriokleróziának a veszélyét. Aztán azt mondja, hogy a migréneket csökkenti. A kedves feleségem elvesztette az időjárás előrejelzésű migrényét. Azt jelenti, hogy ha másnap fújni kezdett a szél, vagy változott az időjárás, akkor már este jelezte, hogy már neki ez megvan, mert szakadt szét a feje, csuklók minden, azóta nem érzi. Elvesztette. Hát neki ez nagyon jó dolog, lehet, hogy nekünk meg nem, mert nem tudjuk, mikor fog esni az eső. Hát az immunrendszert erősíti a ugyanazt írja, hogy a látást javítja, megakadályozza a szürke hájagot, és az UV sugárzás elől véd. Tehát ugyanúgy, ahogy védi a gyümölcsöt, az itt is védi a szemet. A
emlékező tehetséget javítja, a bőrnek a rugalmasságát növeli, tehát megakadályozza az öregedését a bőrnek. Hát ezt már említettük, hogy a ráknak a megelőzésére használják, aztán, hogyha valakinek valami daganatos megbetegedése van, akkor neki kéne a hiányzó elektronok helyébe beugrani, ugyanis a szabad gyökök, amiket az 50-es években az amerikai tudósok észrevettek, vagy rájöttek, hogy ezek azok a gyilkos kis agresszorok, akik ha elvesztik az egyik neutronjuk, az azt jelenti a plusz vagy a mínuszt, hogyha elvesztik, akkor kitépik a szomszéd sejtből, és ezzel lyuk keletkezik a sejtfalon. Tehát olyan lesz, mint egy nyílt seb. És ezek a rák és a daganatos megbetegedéseknek az egyik legnagyobb okozói. Tehát a szabadgyökök, azok a környezetünkből kerülnek, a szervezetünkből, dohányzás, aztán ezek a kibocsátott gázok, a kémia, amit megeszünk, tehát mindenféle savak, konzerváló anyagok. Aztán írja itt tovább az a német oldal, hogy a májat is regenerálja, és az emésztőrendszer. Hát az emésztőrendszert már mondtam, és a pajzsmirigyet. Ezt szintén említettem. Na, ennél többet hirtelen nem tudok mondani, de szeretném esetleg, hogyha valakinek kérdése van, a tapasztalatok alapján, ha tudok, felelek neki, ha nem, akkor nem. Ha valakit jobban érdekel, akkor lehet szólni, megkérdezni. Itt van ingyenes kóstoló, meg lehet kóstolni. Itt van magában a gyümölcs, és mellette pedig van a mi feldolgozott gyümölcslevünk. 83 fokon van paszterizálva, és ezekben a bagging box tasakokban hermetikusan lezárva. Tehát vákum, ami azt jelenti, hogy a fogyasztásnál, ahogy engedődik kifele, akkor állandóan húzza magával, és nem kap oxigént. Mert az oxigén aztán elindít olyanokat, hogy megkezd forrani, és stb.